Sziasztok! Ma nem más fogunk elkészíteni, mint egy proteines sütit, mégpedig nem is akármilyen proteines sütit, hanem a legegyszerűbb proteines sütit. Hogy miért a legegyszerűbb proteines süti ez, azt el is mondom azonnal. Azért a legegyszerűbb, mert az égvilágon semmi dolgod nem lesz vele, csak összekeverni a sütiport, némi natúrjoghurttal bevágni a sütőben, és kész. Hogyan is fogjuk ezt megoldani? Hát úgy fogjuk megoldani, hogy fogunk egy kis előre kikevert proteines sütiport, és hogy miért van sárga bilderes zacskóban, azt is nagyon hamar meg fogjátok tudni. Egyébként előjáróban annyi, hogy ebben a sütiporban vaníliás basic whey van, tehát azzal van megoldva ez a történet, és úgy kell elkészíteni, hogy 250 g ilyen sütiport összekeverünk, közel ugyanannyi, hát 270, semmi baj. Közel ugyanannyi, vagy egy icipicit több, ebben az esetben én azt mondom, hogy egy 300 g natúr joghurttal összekeverjük, bevágjuk ebbe a jól bevált szilikonos sütőformába, és egy 30 perc alatt a sütőben gyönyörű szépen elkészül, persze közben nem árt figyelni, hogy nem kiszáradjon. Ennyire egyszerű az egész, úgyhogy tehát egy olyan 500, jó, 590, kicsit több lett a joghurt, semmi baj. Ugye ismerjük a proteinboroknak azt a tulajdonságát, hogy egy kicsit kiszárítják a süteményeket, így legalább ezzel nem kell számolnunk. Most már nincs más dolgunk, mint összekeverni és betenni a sütőbe. Gondolom azzal nem árulok el nagy titkot, így miközben keverem, hogy ezt a sütiport kizárólag hol tudjátok majd beszerezni. Ez nagyon-nagyon hamar kapható lesz a sok bilderen. És természetesen a szokott módon részletes összetevő listát, stb. Találhattok majd hozzá. És nem akarok előre szaladni nagyon, de még az is lehet, hogy ez csak a kezdet. De erről tényleg nem mondhatok többet. Ennyi az egész, már is csomómentesre sikerült elkeverni a joghurttal. Még ezt a sok okosságot elmondtam. Most már csak bele kell tölteni ebbe a kis szilikonos őszgerincbe. Tehát láthatjátok, pillanatok alatt ki lehetett keverni, és ugye milyennek a hatalmas nagy előnye? Nem kell agyalnod az arányokon. Fogod, öntöd, kevered. Most bekapcsoltuk a sütőt, olyan 170-175 fokos sütőben. Egy körülbelül 30 perc alatt ez készre megsül. Annyit kell tennünk, hogy fél időben érdemes lefedni a lufóriával, hogy ne száradjon ki annyira. Ennyi az egész. Úgyhogy fél óra múlva jövünk vissza, és megnézzük, hogy mi kerekedett ki belőle. Ja, és még valami. Ezerféleképpen lehet ezt még variálni pluszban. Ízés szerint azt szólsz bele, amit akarsz, nyilván ezt nem kell mondani. Ennek csak a kreativitásod szabhat határt. De nagyon rövid időn belül egy szakadott cukrászt is fel fogunk kérni arra, hogy a Bilder Gastro keretei között elmondja nektek, hogy milyen praktikákkal lehet ezt még finomabbá tenni, ezt a sütit. Én már kóstoltam egy ilyen krémes verziót belőle, az valami ézmontalan finom volt, meg még egy pár olyan trükköt el fog mondani, amit én valószínűleg nem tudnék elmondani, mert azért ismertek, hogy én erősen barkácsban nyomom ezt a témát, ő viszont szakmabeli, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt is majd figyelemmel követni. Na, kvázi fél időben vagyunk, úgyhogy gyorsan ezt kikapjuk innen, még azért a közepe szerintem puha. A teteje kicsit elkezdett megégni, igazság szerint egy picit elkéstünk ezzel, de semmi baj. Most gyorsan lefedjük a tetejét, még visszatesszük egy kicsit. Nem sok időre, mert hogy, mivel nincsen benne nyers tojás, ezért az se baj, hogyha a közepe egy picit puha marad, olyan brownish jelleggel. Én azt mondom, hogy most adok neki még egy 5 percet, és akkor egy késpróbát csinálunk rajta, és meglátjuk, hogy milyen lett. Na, elérkezett az idő, hiszem, hogy ezt most már kiveszem, mert nem akarom semmiképpen sem, hogy kiszáradjon. Kicsit kivettük, behorpadt a tetején, de se baj. Én ebben biztos vagyok, hogy ez már átsült. Úgyhogy várunk egy kicsit, hogy kihűljön. Kiborítjuk, és felvágjuk szeletekre, és kész is vagyunk vele. Ez a szilikonos sütőformának az óriási előnye,
Ugye ezt nem kell mondanom, nem kell sütőpapírozni, vagy semmi. És akkor késpróba. Így néz ki. És nagyon finom, puha maradt. A világon semmi ilyen száraz érzés nincs benne, ami a proteines sütiknek az egyik nagy hátránya szokott lenni. Nyilván el kell találni, hogy mennyi joghurttal használod. Azt mondom, hogy a fele-fele aránytól egy kicsit több joghurttal érdemes elkészíteni, és akkor lesz igazán finom puha az állaga, meg ha nem felejted benne a sütőben, mi nekünk ez most majdnem sikerült, de aztán szerencsére időben észbe kaptunk. Felszeleteljük, és jövünk vissza. Nos, fel is vágtuk, simán szeletelhető volt, így néz ki a végeredmény. És mint mondtam, a végtelenségi variálható, mint szintén mondtam, lesz is erre külön gasztró, amikor erre fogunk kitérni. Úgyhogy én ezt meg is kóstolom, mert én otthon egyébként tegnap, ha most kivételesen bonyolultabb recepteket itt szoktam kipróbálni a gasztróba, de itt most úgy izgultam, hogy otthon mindenképpen le akartam próbálni ezt, hogy fú, tényleg működjön, mert mégiscsak előre kikevert proteinet sütitészta. És az otthoni nekem egy picit száraz lett, mert nem jól választottam az arányokat, itt már egy kicsit észre csináltam. És érezhető is a különbség. Nem érzem azt, hogy egy fél liter vizet meg kéne innom mellé ahhoz, hogy ez így lecsúszom. Teljesen rendben van. Én azt mondom, hogy amint tehetitek, és ez nagyon hamar el fog jönni, mindenképpen próbáljátok ki, sőt, hogyha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor még egy kis játékra is invitálok majd titeket ezzel kapcsolatosan, de a részleteket erről majd csak később tudom elárulni. Na, sziasztok!